A nyílt napon, ahogy az elnevezése is mondja, minden ajtó nyitva áll a nyolcadikosok számára, így bemehetnek egy-egy tanterembe és részt vehetnek a tanításon. Az újvidéki magyar tagozatokkal rendelkező általános iskolák nyolcadikos tanulóin kívül a rendezvényre eljöttek a Debellácsi, a Temerini és a Pirosi végzősök is. Édesnapon most már 5. alkalommal szervezzük meg a nyílt ajtókat, azzal, hogy az idén ettől teljesen eltérünk a korábbi gyakorlatunktól, mert idén folyamatosan folyik a tanítás, tehát a tanítás ideje alatt jönnek be a nyolcadikosok az épületben. A gimnázium abban különbözik a szakközépiskoláktól, hogy minden tantárgy egyformán fontos. Így kívánnak alapot teremteni a továbbtanuláshoz, amelynek aránya a felmérések szerint 100%-os. Nyolcadikban nem tudtam eldönteni nagyon, hogy hova iratkozzak, de mindenki ajánlotta a gimit, és mindenki azt mondta, hogy jaj, nagyon nehéz lesz meg minden, és hát hogy nem tudom, hogy fogok boldogulni, de beiratkoztam, és szerintem nagyon jó a gim, és tudnám ajánlani másoknak is. Azért jó választás a gimnázium, mert megfelelő alapot ad mindenféle egyetemhez, és így ez megkönnyíti a választás számunkra. Nekem az a hátrány, hogy elég messze van, már én Székelykeméről vagyok, és nekem mondjuk elég messze van, és akkor itt lakok Bánt kollégiumban. Az iskolán belül nagy hagyománya van a vegyes kórusnak, a francia dráma, az újságíró és a környezetvédelmi szakköröknek is.